Na, sziasztok srácok, én Alex vagyok. Ma egy új videóval jöttem el. Nem más, mint itt van mindegyik Xboxos 360 játék, és plusz PS, és plusz Kinect játékok is vannak. Úgyhogy majd valami ilyesmi lesz a cím is, úgyhogy szerintem nézzük meg. Szerintem kezdjük a legkevesebből van, hát így meglézitek, így több. Azt most először is számolom. Még van egy PC, de azt most így nem hoztam, nem kell. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 25 összesen CD-n van, amiben 3 PS és egy pár, és itt van egy ilyen kis tokos. Na jó, nézzük meg, szedjük le, külön válogatni a mindet, és a végén el is mondom, melyiket használom a legdöbbször. A legdöbb persze Xbox-ból van. Xbox 360-ból, ugye mi azt vettük el, én aztán jött a PS4, ami még sajnos karácsonyra lesz meg, de már játszottam játékos, akkor ennyi. Kezdjük szerintem a legkevesebben a PS4-jel. A PS4-ből elején a legelső játékról kezdve, amit kaptam, mert ezekre még emlékszek, kicsit porosak, mert most valakinek kölcsön adtuk, de megvan. Az a Far Cry Primal volt, azt kaptam szülinapomra mert 23, erre még emlékszem, a szülinapom volt. Így néz ki eleje, nem tudom, ismerik, 2016-ban jött ki a játék, és a Ubisoft csinálta ezt a játékot, és ja, most egy pont fordítva látszódik, de na. Itt a hátulja, igazából a, hú, aztak a fények. A játék maga az izéről szól. Ó, kicsit azért. Itt nem tudom, fényekkel még elég jó volt, csak nem tudtam. Bocsi, srácok, bocsi. Na, a játék maga elején ezzel ősemberekről szól, igazából. Na, mi ebbe volt ugye a CD-vel együtt. Itt a CD, ugye egy CD is. Akkor van benne egy útlemutató, és ez a hátul nekem nagyon tetszik, ilyen izé van rajta. Szóval hát ez két részes lesz, és egy kód. Azt nem tudom. Egy kód. De ezt nem tudom. Erről nem tudok semmit. Na jó, meg mondjuk a Far Cry nagyon sok lesz, úgyhogy nagyon mind belehúzunk. Okay. Következő az a... Vaj, melyik volt előbb? Ez. Igen. A Far Cry 5. Ugye nekem nagy rajongó vagyok Far Cry-nek, megvan lesz a Far Cry 4 is. Ez itt a Kauflandba vettük, az egy ilyen Tesco-féle. Ez a két Far Cry 5 ugyanúgy Ubisoft-tól, itt a, alul látszódik, igen itt. És ugyanúgy, hogy is mondta? Igen, ez 2018-as, vagy 17-es, de szerintem 18-as játék. Most nemrég jött ki. No. Belül ennek már több a tartalma. Először is ugye a szokásos Far Cry, és egy nagyon szép CD, nagyon jól néz ki. Ebben van benne egy útlemutató. Itt van rajta ilyen szobor. Egy ticket kutcsány. Sky ticketes kutcsány. Foci. És egy Far Cry árkád. És a végzett tén egy DLC-kel, ugye? Most belejött a Dead Living Zombies, Halls of the Darkness és Lost on Mars. Ezt majd valamikor kipróbálom. Na mindegy, ezek, amik belejöttek, játék, féle módok, inkább úgy mondva. Úgyhogy nézzük. Bocsi, hogyha majd lehet ki fog menni a kamera, remélem, hogy azért gyorsan csinál, mert nem szokott fel, hogy 6 percet vesz föl, aztán... Valahogy úgy munkol. Következő egy farmos játék, a nem a farming, hanem a pur farming. 18 annyiról szól, hogy farmos játék. Ezt kaptam a szülinapomra ugyanúgy a barátomtól. Neki is megvan, de ő Xbox One-ra vette. Na mindegy, itt ugye 4 ilyen rész van, és ott lehet játszani. A tok az így néz ki. Ebbe igazából egy kód van, egy DLC-s kód Németországhoz, ugye, mert van DLC-n a mappa Németország, ugye ezt be lehet aktiválni, és van egy útlemutató, amit most nem tudom, ez egy üres.
út lemutató. Na, most elérkeztünk a PS-től tovább. Tá, jó lesz. Na, most elérkeztünk a PS3 játék volt, de majd még jönni fog. Akarok majd venni még. Éljünk szintem a Kinetesz. Kinettem is van, de nem használom. Ebből szintem nincs meg minden játék, de nem tudom. Kezdjük, amit maga a Kinethez kaptunk. Nem akkor vettük, egy kicsit később. Azt ez. Ezt most nem tudom, hogy kell kinyitni, várjál ma. Ez a Kinet, ez mi is? A Kinet Advanced Tools. Ezt hozzá kaptuk ilyen nagyon vékony, amit ritka. És igazán ennyi. Ennyiről szól, és még itt benne. Ott a TD. Ki lehet szedni, és itt a CD benne, úgy mondom, itt a CD, és van benne ugye a smiley, amiért beindítani kell, az ott van, és ennyi. Semmi kép, meg semmi. Értottam már vele, azt nem mondva, de jó. Na, ezt azt hiszem apukámtól kaptam, a Kinect Joy Rider, az egy autós játék, ebből mind nagyon keveset játszottunk, ebből még azt hiszem, ezt nem is játszottam, lehet, nem tudom. Erről van már kép, kicsit kövérebb is, úgyhogy igen. Autót kell vezetni, és ebbe is ez a mód van beleépítve, be alig volt kinyitva. És smiley van benne, és egy útlemutató, ami így néz ki. Jó kövér rosszta. Ilyen kövér, ami furcsa, és így néz ki. Ezt lehet róla megtudni. Na, menjünk tovább a következő játékunkhoz, a hip-hop dance-hez. Ez nem is, az csak párszor. Nem tetszett annyira, azt hiszem, nem tudom. Hip-hop Dance Kinect játékja, igen. Lilák azok mind, és ez is Ubisoft-tól, ami kicsit furcsa a másikat, azt nem tudom. És a hátulját megláthatóak. És ja. Hogy hol kaptam ezeket, nem tudom. És akkor várjál, így mutatom, így néz ki, és akkor itt van a könyv, mert kiszedtem belőle a könyvvel együtt. A könyv az igazából hátulj, ezeknek sosem nincs semmi, nem tudom. Ezek olyan... nem tudom. Na, és ez volt első játék Xboxhoz, az Kinect. Ugye nem volt Kinectünk, úgyhogy azon a Call of Duty volt, már azt hozzá kaptuk Call of Duty Ghost. Az ez, a Dance Central 3. Ez tényleg nagyon tuti játék volt, ezt imádtuk. Most utána valami történt, és már nem tudtunk játszani. Tudunk vele játszani, és ennek semmi hát ugyan. És így néz ki. Ennek most csak ez egy papír van, és ja. Ez demónban is megvan nekem, nem tudom, letöltöttem, hát úgy lehet játszani bele, de nem. Ez a kinetesek mindig a nehéz. És akkor itt van egy Ultimate Collection, az ez. Ugye lehet külön kapni ez a sport, ez tényleg nagyon, ezt nagyon szerettem, ezt a játékot. Kettő ilyen ízét, most mindig szeretem, de keset játszok. Kettő ilyen, és ez egybe van. Ez egy egybe csomagos, úgyhogy ezt tényleg, ezt nagyon szerettem, ezt nagyon sokszor is játszottam. Így néz ki. Ebbe egy kód van, a síjelőshöz, de azt hiszem, az mégis jó van. Egy kód. De ennyi, erre is csak egyik tudok mondani. Ja, és ebbe két CD van. Ebbe kettő van, ebbe van még egy, de ez a fő. Akkor én a végén, ami tényleg nagyon vicces játék, és nagyon szerettem, és játszottam is, a Ninja. Ez valami Kung Fu High Impact Kinect, és akkor éljünk rá, így néz ki. Most erről sem tudok, ez mit így gyártották? Ezt Black Bean gyártotta, csak így elmondta. És ezt is szedtem. Én magadról kettő fotót csinálom, de és azzal küzdöttél. Jó volt. Nagyon tuti játékok ezek mind. Mindegyiket szedtem, és akkor ennyi volt szerintem a Kinect is. A Kinect most ennyi volt itt. Utkor nemrég megtaláltam még egy párat, úgyhogy... Na, éljünk hozzá a nagy kupachoz, amit van. És ezt most nem fogom sorba, innen elveszem egyszerűen. Első, amit elkezdenem, hát, na, nem tudom. Ez a Mafia 2. Mafia 2-t azt a... ezt a... két játékot csinálták. Nem tudom, és így néz ki, hát úgy, és elég.